A DK Szubjektív szilveszteri különkiadásában ott folytatjuk, ahol egy hete abba hagytuk. Jönnek 2023 újabb leggyei. Rögtön kezdésként az év tahója. Megelőzte Nacsa Olivéra toronymagas esélyes Bajer Zsoltot. Perceken belül kiderül. Aztán lerántjuk a leplet az év visszatérőjéről. Elég volt a Pálfi Istvánnak egy este a Hír TV képernyőjén, hogy harcba szálljon két nagy politikai fenevaddal, Vona Gáborral és Borkai Zsolttal. Ez sem marad már sokáig titok. És kié lesz az év legnevetségesebb pillanata? Vajon Bohár Dániel az év legszervilisebb propagandistája cím mellett bezsebelhet egy újabb díjat, vagy egy korábban kevéssé ismert nerrovag lesz a győztes? Pad, napelem, színház. Hogy mi a közös bennük? Az, hogy valahogyan mind a hárman kapcsolódnak az év mizériája kategóriához. De melyik lesz a befutó? Már nem kell sokáig várni, hogy kiderüljön. Zárásként pedig természetesen megbeszéljük, hogy vendégeink szerint ki az év embere, milyen szempontokat kell ilyenkor mérlegelni, mennyire lehet az objektivitásra törekedni. Tartsanak idén utoljára is a DK Szubjektívvel. Velünk ma is van mit nézni.